Miközben Theresa May hivatalosan is leköszönt, mint a konzervatív párt vezetője, a tömörülés harmadik helyen végzett a Cambridgeshire Peterborough-ban rendezett időközi parlamenti választáson a Munkáspárt és az alig egy hónapja létrejött Brexit párt mögött. Mindez újabb bizonyítéka annak, hogy a konzervatívok egyre veszítenek támogatottságukból a Brexit miatt, ami a legelső nagy, ha nem a legnagyobb kihívás lesz May utódja számára. A legnagyobb ellenzéki tömörülés a Munkáspárt vezetője szerint a szavazás eredménye csak azt mutatja, hogy előrehozott választásokra van szükség az országban. Üzenetem az összes utódjelölt számára a következő, hajrá, készen állunk egy általános választásra. Az eredmény Nigel Farage számára is visszalépés, holott a felmérések azt jósolták, hogy új pártja megszerzi első képviselői helyét a parlamentben. Farage levelet küldött a Downing Streetre, melyben felajánlja segítségét az EU-val folytatott tárgyalásokhoz. Akárki váltsa is May-t posztján, a keményvonalas Brexit párti politikus garantáltan szorosan ott lesz a nyomában. A konzervatívok vezetőjének ez az utolsó hivatali napja. 108-szor mondta el nekünk, hogy március 29-én kilépünk, aztán mégsem így lett. Most jelöltek sora állítja, hogy október 31-én lépünk ki. Egyetlen szavukat sem hiszem, fogalmazott Farage. May helyére kerülni a legnagyobb esélye Boris Johnson volt, és Jeremy Hunt jelenlegi külügyminiszternek van. A hivatalos jelentkezéseket június 10-én kell benyújtani. A parlament Tory frakciójában június 13-án kezdődő szavazássorozat után a 124 000-es tagság dönti el, a két befutó közül melyiket akarja a párt élén látni.